Köszönöm szépen a meghívást, tisztelt elnök asszonyok és urak, kedves kollégák, kedves MÁD család. Valóban nagy ajándéka volt a sorsnak, hogy MÁD Ferenc mellett dolgozhattam, de kapcsolatunk nem korlátozódott erre a 5 évre. Kevéssé ismert, hogy kacskaringós jogi pályámat külkereskedelmi jogászként kezdtem, és erre készültem is az egyetemen, így óhatatlanul, hogy különösen érdeklődve követtem az ő kurzusait. Erről, hogy 45 év után visszatekintve, valóban az volt meg legjobban bennem, amit Enikő is kiemelt, hogy a gazdaságban, a gazdasági jogban, nemzetközi kapcsolatok jogában is mennyire fontos szerepe van a kultúrának. Ez a kultúra iránti nyitottság, ami valóban bennem is rendkívül megragadt. Ami munkásságának másik oszlopát illeti, amiről Martony János beszélt, az európai jogot, ott pedig különlegesen nagy élmény volt közelről figyelni, hogy egyébként elég szeszélyes Fortuna milyen kegybe részesítette, hogy pont ő volt a köztársasági elnök, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz 2004-ben, és hogy mennyire beigazolódott az a korábbi évtizedekkel korábbi véleménye, hogy a közös piac jogához, az európai gazdasági közösséghez előbb-utóbb közünk lesz, noha akkor erre semmilyen jel nem utalt. A uniós csatlakozással optimizmusát beigazolva vélte, mindig eszembe jut, ha az Európai Unióról beszélgettünk, ahogy az EU válságait értékelte, ha bárki felvetette azt, hogy az Európai Unió visszafordíthatatlan válságba került, neki mindig az volt erre a válasza, hogy az EU válságról válságra létezik, és minden egyes mélyrepülésből megerősödve korábbinál erősebben került ki. Az uniós csatlakozás alkalmával mondta, és idézem, Európa számunkra népeinek kultúráját, a jogbiztonságot, a szabadságot, a demokráciát, a jólétet, az európai örökség erkölcsi értékrendjét jelenti. Az ezekre épült közösséghez kapcsolódik most Magyarország, mert ezt a világ és emberképet vallja magának. Mai születésnapi megemlékezésen nem volt nehéz megjegyeznem ezt a dátumot, mert édesanyám is január 29-én született épp 100 évvel ezelőtt. Elnöki munkásságának talán egy kicsit háttérbe szorult a egységet meg nem bontva, de egy metszetéről beszélnék csak, az alkotmányosság fölötti őrködéséről köztársasági elnökként. Jogászként és politikusként mindig is nagyra becsülte az alkotmányosság és a jogállamiság értékeit, és azokat az átfogó európai keresztény értékrendszerben helyezte el. Emlékszem, hogy például a kultuszminiszterként a különböző oktatási törvények kidolgozásánál is mennyire támaszkodott az Alkotmánybíróság első évekbe született e tárgyba hozott döntéseire. Elnökké választása alkalmából mondott beszédébe lefektette alkotmányos filozófiának alapelveit, és ezekhez elkötelezetten hűséges is maradt, elkerülve, hogy én interpretáljam az ő gondolatait. Szó szerint idézném, ez a választás alka megmondott beszédet idézem, mint annyiunkban bennem is belülről sarjadt az erő, amely alkotmányos eszményemet és egyéni hitvallásomat meghatározza. Úgy hívjuk ezeket, hogy az emberi méltóság és a szabadság. Az államilag közösségileg szervezett szolidaritás. A felelősség magunkért és másokért. A haza, a nemzet és európai örökség iránti elkötelezettség, a demokrácia, az emberi jogok, a szabad elvűség és a mások jogainak tisztelete, a szuverenitás és a nemzetközi együttműködés, a kereszténység és a mindenkire kiterjedő erkölcsi és kulturális hagyományai, a harcos humanizmus, ahogy Thomas Mann nevezte, amely képes kiállni az elveiért, nehogy belebukjon saját gyengeségébe. Ezt a belülről is sarjadt elkötelezettségemet erősítettem most meg köztársasági elnöki eskümmel, a szent kötelességem, hogy az alkotmányosság és a jogállamiság jegyébe az alkotmány és törvényeink rendelkezéseit betartsam, és betartassam, idézet vége. Csak emlékeztetnék arra, hogy a
köztársasági elnökre vonatkozó egymondatos definíció az, mint az alkotmányban, jelenlegi alaptörvényben betűre és írásjelre azonos, tehát a Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. És a magyar alkotmányrészt, jó részt az Alkotmánybíróság értelmezésének köszönhetően világosan felrajzolta a köztársasági elnök alkotmányos funkcióját. Az államszervezet működése legalábbis az alkotmányos és törvényes működés jelenti, a köztársasági elnök pedig a maga eszközeivel biztosítja az alkotmányosságot és a jogszerűséget, vagyis a demokratikus jogállam megvalósulása felett őrködik. A jogállamiság melletti elkötelezettsége megkérdezhetetlen volt. Mi, akik hivatalában dolgoztunk, akár jogászok, akár Becker Pali, ezt naponta átéltük és tapasztaltuk. Az alkotmányra, mint felsőbbrendű törvényre tekintett, és ezt a szemléletet Amerikából hozta magával. 2002-ben a 6. Magyar Jogászgyűlésen emlékezett vissza egy jogi reformokkal foglalkozó előadásában, mondta, hogy szeretnék egy személyes élvényt feleleveníteni. Fiatalabb koromban módon volt hosszabb ideig Amerikába tanítani. Amerikában az alkotmány az egész jogrendszerben valamiféle szent dolog, nem csak úgy elméletben, mint nálunk, hogy ugyanis szépen le vagyon írva, és a bírói gyakorlatból teljesen hiányzik. Ott azt tapasztaltam, hogy az alkotmány a minden. Ezt az amerikai tapasztalatot úgymond elcsomagoltam, magammal hoztam, és a jogállamiság gondolatvilágának egyik elemeként hordoztam magamba. Történt mindez a 60-as évek vége felé. Mindenki tudja, hogy a 80-as évek végére kezdett kibontakozni Magyarországon az a gondolat, az alkotmánynak, alkotmányosságnak, ne talán egy alkotmánybíróságnak komolyabb szerepe legyen. Aztán eljött a békés forradalom, kibontakozott alkotmányosságunk, jogállamiságunk, az alkotmánynak és az alkotmánybíróságnak valóban döntő szerepe lett egész jogi gondolkodásunkban. Ebből meggyőződésből fakadt olyan tételei, mint hogy közös megjegyződésünk az emberi jogok és az alapvető szabadságok érvényesülésének nélkülözhetetlen eszköze, a törvények uralmának maradéktalan biztosítása, mert csak erre épülhet az állami hatalom helyes gyakorlása, mondta ez gyakorlatilag köztársaság elnöki működések végén 2005. májusában. Most az alkotmányos működés feletti őrködés legfontosabb eszköze a magyar jogrendszerben az előzetes normakontroll. A törvényt vagy valamely rendelkezését az alkotmánnyal ellentétesnek tartja a köztársasági elnök, akkor az felülvizsgálatra megküldheti az alkotmánybíróságnak. Máth Ferenc 13 elfogadott törvényt küldött az alkotmánybíróságra, és egyszer alkotmányértelmezést kért a testülettől. Az Alkotmánybíróság első másfél évtizedében hozott határozatai között helyezzük el ezeket az indítványokat, akkor láthatjuk, hogy többségében fontos témákat érintettek, szólásszabadság, gyűlöletbeszéd, államfői jogkörök értelmezése, felsőoktatás, ügynöktörvény, nemzetközi szerződések helye a hazai jogrendszerben. A AB mind a 13 esetben igazat adott egyébként a köztársasági elnöknek és alkotmányosnak minősítette a megküldött törvényeket. Két témát emelnék csak ki ezen a vonatkozásban. Egyik a nemzetközi szerződés visszamenőleges hatályú kihirdetésének problematikája, még jogászok számára is elég távoli téma. Ugyanakkor emlékeztetni kell arra, hogy a rendszerváltás követően Magyarország nemzetközi kapcsolatait is megváltoztak, ugrásszerű fejlődésnek indultak, hazánk nemzetközi szerződéskötési volumene rendkívül megnőtt, az elfogadott törvények évtizedekre visszatekintve is 20% a nemzetközi szerződés kihirdetése. Most a gyakorlat erre nem készült fel, visszaható hatállyal alkalmazták a elfogadott, kihirdetett szerződéseket, nem egyszer úgy, hogy évek teltek el a nemzetközi jogi és a magyar jogba történő hatályba lépés között. Ez a helyzet orvoslására nem történt semmilyen komoly kísérlet, egészen addig, míg Mád elnök úr 2004. szeptemberében elfogadott egy légifuvarozásról szóló nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági kontrollját kérte. A parlament által elfogadott törvényt nem írta alá, és az Alkotmánybírósághoz küldte.
Az államfő indítványában az volt az aggály, hogy a nemzetközi szerződés kötő felek valamelyike számára a törvény hatályba lépése addig nem létező többlet kötelezettséget állapít meg. Az Alkotmánybíróság alkotmányosnak nyilvánította ezt a törvényt, mert az visszaható hatállyal állapított meg kötelezettségeket a jogalanyok számára. A szakirodalmi értékelés szerint az Alkotmánybíróság 100 legfontosabbnak tartott határozatát elemző nemrégben megjelent kötet szerint az ABI hatály jókora fáziskéséssel ugyan, de jogállami fordulatot hozott a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos belső jogi eljárásba, ki azok időbeli hatályának alkotmányos alapjait megteremtette, és ez a zsinórmérték világosan megmutatkozott a későbbi törvényi normákba átemelő jogalkotásba és AB határozatokba is. A másik fontos, vagy inkább hírhedt ügy, alkotmányossági ügy, a 2003-ban elfogadott kórház törvénnyel kapcsolatos eljárás volt, illetve az államfő jogkörök értelmezése ennek kapcsán. 2003. június 23-án Máth Ferenc köztársasági elnök visszaküldt az országgyűlésnek megfontolásra a kórháztörvényt, mert megítélése szerint a törvény lehetővé tette, hogy profitra törekvő vállalkozások átvegyék a fekvőbeteg szakellátás működtetését. Egy ismeretlen, hatásában nehezen kiszámítható új elem jelenik meg a kórházi ellátásba, írt ez 2003-ban, a mai áthallásokat most mellőzzük. Az államfő szerint fennáll a veszélye, hogy a magas szintű ellátáshoz való egyenlő hozzáférés lehetősége jelentősen csökken. Ezt hétfőn küldtük ezt a törvényt vissza a parlamentnek. Kormány tisztelettel tudomásul vett, és mondta, hogy még aznap el szeretnék elfogadni a törvényt változatlanul. A házelnök Szili Katalin aznap este 8 órára rendkívüli ülést hívott össze. Az ellenzék által benyújtott módosító javaslatokat mellőzték. A törvényt ugyanabban a formában fogadták el, mint június 16-án. Ezek után a köztársasági elnök államfői jogköröket illetően alkotmányértelmezést kért az Alkotmánybíróság, ez a 14. indítvány, ami nem normakontroll volt, hanem értelmezés. Az Alkotmánybíróság december 15-én hozott határozatban megállapította, hogy az országgyűlés köteles a köztársasági elnök észrevételeinek megfontolására, a törvény érdemi újratárgyalására. Még abban az esetben is, a visszaküldött törvényre vonatkozó elnöki észrevételek nem tartalmaznak új érveket és szempontokat, itt volt belőlük bőven. Amennyiben erre az érdemi újratárgyalásra nem kerül sor, akkor a törvény közjogilag érvénytelen. Ugyanez elfogadott határozatában már normakontroll, hogy számos szervezet megtámadta a törvényt, megállapította az Alkotmánybíróság, hogy a törvény közjogi érvénytelenség miatt alkotmányellenes, és ezért megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság szerint tehát a köztársaság eldönt arról, hogy a törvényen szembeni aggályai alkotmányos jellegűek-e, vagy a törvény hibái, hiányosságai elérik az alkotmányellenesség szintjét, vagy pedig a kifogásai más jellegűek, amikor visszaküldheti az országgyűlésnek újratárgyalásra. Ebben az ügyben egyébként még az alkotmánybírók a 12 vagy 13 normakontroll ügyben gyakorlatilag egységesek voltak. Ebben az ügyben egy több nézet alakult ki. Az alkotmánybírók egy része szerint, köztük Harmati professzor álláspontja szerint a köztársasági elnöknek az őrködése az államszervezet demokratikus működése felett nem csak egy jog vagy lehetőség, hanem kötelesség. Tehát őrködés nem korlátozódik a krízishelyzetek feloldására, hanem feladata a demokratikus működés folyamatos figyelemmel kísérése. Harmati professz egyenesen ellenőrzési feladatnak nevezte a köztársasági elnök jogkörét. Búcsú interjújában Máth Ferenc úgy tekintett vissza alkotmányőri tevékenységére, hogy az elnöknek a kötelessége, hogy a megküldött törvényeket, azok alkotmányos értéke, tartalma, az alkotmánynak való megfelelése, vagy éppen esetleg felmerülő alkotmányos aggályok szerint vizsgálja. Végsősorban a köztársasági elnök egyéni felelőssége a döntés, hogy egy adott törvényt kihirdet, illetőleg az Alkotmánybírósághoz küld meg normakontroll
véget. Köszönöm szépen elnök asszonynak, rektor úrnak, hogy alkalmat adtak számomra visszatekinteni Máth Ferenc munkásságának erre a vonatkozására, mely híven igazolta az európai és a nemzeti értékek, a jogállam és az alkotmányosság iránti elkötelezettségét. Köszönöm szépen!